Szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket, Kovács Kristófot. Talán nem is szükséges bemutatni, mert mindenki ismeri az Abba Novák galéria vezetője. És beszélgető társa Török Katalin. Ennek már is átadom a szó. Köszönöm szépen. A sorozatban ez az ötödik beszélgetés, és Kristóf a második vendég, a múltkori Jeges András, Jeges Ernő fia után, aki hagyatékgondozói minőségében kapott meghívást, és vettem be a sorozatba beszélgető társnak. Ezért engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassam előbb Kristófot, illetve elmondjak róla egy-két adatot, ami a hagyaték gondozás vonatkozásában érdekes lehet, és aztán az összes többinek az elbeszélését rábízom, mint legilletékesebbre. Abba Novák Vilmos a 20. századi magyar festészet egyik jellegzetes, kiemelkedő, meghatározó egyénisége, egyéniségének a pályatörténete mindössze 21 évet ölel fel, nagyon fiatalon, 47 éves korában hunyt el. Ez a 21 év alatt egy kikerülhetetlen, különleges, erős festészetet és munkásságot hagyott maga után. Halála után 11 évvel született meg az unoka, Kovács Kristóf, tehát ellentétben nem Jeges Andrással, aki fiatal kamasz volt, amikor az édesapja meghalt, tehát volt személyes emléke, élménye. Kristóf nem ismerte személyesen a nagypapáját, édesanyja Abba Novák Kristóf, vagy Abba Novák Vilmos egyetlen gyermeke volt, tehát mind az, ami... Igen? Nem? Na jó, akkor ez majd. Ez majd, de. Szóval gyakorlatilag az édesanyjából, édesanyja mellett nevelődött vele a nagypapa munkásságának megismerésébe, tiszteletébe és később gondozásába. Kristóf, az első kérdésem az lenne hozzád, sok ismerős és barátunk itt a hallgatóság között, de tiszteljük meg azokat is, akik esetleg nem ismernek rólad minden részletet. Nagyon röviden magadról mondjál nekünk valamit, hogy mi töltötte ki az életedet, mivel foglalkoztál mielőtt, kicsit utás a főfoglalkozásban, az Abba Novák hagyaték gondozója, ápolója lettél. Budai polgári családba születtem, Pasaréti úri gyerek voltam, itt az úrit azt nagyon idézőjelben kell mondani. Van erre más jelző is, a deklasszált, itt tudom én kiközösített, de mégis szeretett. Gyerekkoromban ugyanaz jellemzett, mint minden hasonszörű gyereket, a foci, a homokvárépítés, vízilabdáztam, általában kaptam intőket, a bizonyítványaim nem voltak a legjobbak, de azért mindig a 4-es és az 5-ös között jártam, néhány nem szerettem tárgyi, mint fizika kivételével, és így aztán 1971-ig a teljes a világ dolgairól nagyon tudomás nem vevő boldog ifjúkorom volt 71-ig, akkor aztán egy sikertelen egyetemi felvételük, amit utólag megtudtam, az anyaneve Abba Novák Judit is erősen befolyásolta ezt a kudarcot, amit ma már persze nem bánok, akkor nagyon bántam, és aztán nyomdász pályára léptem, az édesanyám már közösen választottunk nekem pályát, mert nekem olyan, mint mondtam, olyan felhőtlen boldogságból hirtelen az életbe kellett belépni. Ilyen, hogy pályaválasztás az egyik föl sem merült.
és végül is családi hagyományok régen a nyomdászat mellett kötöttem ki. Kéziszedő, fényszedő, aztán nyomdamérnök is lettem, és egészen nagyfiú, koromig öregfiú, koromig azt tűztem ezt a szakmát, amit aztán szép csendben a betegségem, illetve a szakma kiment alólam, úgyhogy aztán odahagytam, és akkor láttam ezután, amit mondtál, hogy főállásul. Évben, időben ez hol helyezhető el? Már ez a váltás 2000-es évek eleje, közepén? 2005-ben lettem nagyon beteg, igen. És nagyjából addigra ez már kezdett látszani, hogy ezt már nem tudom nyugdíjkorhatárig elvinni, de akkor aztán ez drasztikusan mégis oldotta ez a betegség. Ezzel kapcsolatban mesélted nekem egy történetet, amit szerintem itt is el lehetne mesélni. Példaként arra, hogy egy krízis helyzet magában rejt egy jó fordulatot is, illetve olyan felismerést, ami az embert tovább és fölfelé viszi. Igen, ezt tényleg el lehet mondani, és el is szoktam mondani pontosan azoknak a barátaimnak, vagy ismerősének, akik épp bajban vannak. Én 2005-ben kaptam a fertőzést, és gyakorlatilag majdnem le kellett adni az égi szertárosnak a felszerelést, de nem kellett. És mikor lábadoztam, megcsörönt a telefonom, egy grafikus barátom felhívott telefonon, akivel már évek óta szövegettük a terveket, hogy kellene egy Abba Novák albumot csinálni, kellene. És én mindig mondtam, hogy igen, hát természetesen kellene, de komolyan nem tudtam ezzel mozgalomni. De ő nagyon keményen azt mondta, hogy most kaptál egy figyelmeztetést a sorstól, lehet, hogy a következő ilyennel már nem tudsz, nem úszod meg, és akkor nem tudsz már mit kitalálni, mert akkor már nem tudsz teljesíteni. Tessék, összeszedni magad, ő 10 évvel fiatalabb nálam, tehát nem az idősebb jogán mondta ezt nekem, és akkor ez egy vasárnap délelőtt volt, egyébként itt állok a nagyapád freskója alatt Szegeden, a Hősök lakója alatt, te ezt nem teheted meg, hogy ezt a könyvet nem csinálod meg. Ez volt vasárnap délelőtt hívott, és vasárnap este leültem az asztalhoz, és egy fehér lapon elkezdtem fölírni, mit kell nekem ehhez a könyvhöz megtennem, milyen lépéseket, ki kell felhívnom, kivel kell konzultálnom, és elindult egy folyamat, ami egy év múlva elvezetett a Nagy Abba Novák albumhoz, ami 2006 karácsonyára megjelent. Ez a Molnos Péter. Ez a Molnos Péter által jegyzett könyv, ami neki egyébként az első úgy monográfiája, hogy már jelentek meg írásai, de amikor egy művésznek szentelve egyedül írt, akkor neki is ez az első. Mint ahogy neki is az első, ebből a könyvből kinőve 2008-as nagy modern kiállítás. De ez mind ebből a telefonból indult. Igen. A téma bevezetéseként vagy felütéseként még egy történetet szeretnék, ha elmesélnél, azt a gyerekkori élményt, amikor valaki csak úgy mellesleg a fülek hallatára Zseninek nevezte a nagypapádat, és ez annyira megütött a füledet, hogy akkor kezdtél el a mamádnál érdeklődni, hogy kis volt a nagypapa, és mi az, hogy Zseni, és miért mondják a nagypapára azt, hogy Zseni, mert úgy érzékeltem, hogy ez azért egy mélyen elraktározott élmény lett, ami aztán később talajt adott sok mindenhez. Ez vagy 62-ben, 10 éves koromban, vagy 63-ban történetet. Édesanyámat, aki ismerte, tudja, hogy egy szenvedélyes takarító ember volt, mindig minden tisztára glancolt, és amikor szombatonként az egész lakást végig takarítottuk, akkor már a holcfáradta még a lépcsőháznak azt a részét, ami előttünk volt, ez egy pasaréti társasházban volt, még azt is, és egy ilyen alkalommal, amikor ez a takarítás zajlott, a házban lakó, harmadik emeleten lakó régi úri volt, hogy érkezett öreg barátnője Blanche, aki itt a pasaréti környéken ismerős, akkor ő egy központi figura volt, mert egy pince lakásban kényszerült élni, de körülbelül 8 nyelven beszélt. Meglátta az édesanyámat, akit ismert régóta, és mondta, Uram Isten, hova züllött a világ, a Zseni lánya takarít. És ez nekem, hát 10-11 évesen ez nagyon, nekem természetes volt, hogy takarít, de hogy ez másoknak ilyen problémát okoz, meg is kérdeztem még este tőle, hogy tényleg a nagypapa Zseni volt? Azt mondja, hogy ő pontosan nem nagyon tudja, hogy
hogy lehet a zsenit definiálni, de azt gondolja, hogy akárhogy próbáljuk definiálni, az volt. És mondom, hogy és én is zseni vagyok? Nem, te nem vagy zseni. Mert hogy ahonnan vannak azért fokmérői, és hát lássuk be, hogy ez nem olyan egyszerű. És akkor attól kezdve valóban ez egy ilyen, addig jobban érdekeltek azok a dolgok, mint a kortársaimat, szinte ugyanazok a dolgok. Kristóf, a Nagy Abarovár kiállítás kapcsán találkoztam én először egy másik zseni fogalomhoz kapcsolódó történethez, ha kapcsoljam most ezt ide, jó lehet időben, ez később van. Igaz az a történet, hogy Picasso barbár zseninek nevezte Abarovár Vilmost, amikor Párizsban egyszer, most nem tudom, vagy a világkiállításon a magyar pavilon pannóját láthatta, vagy valami más, mire igaz ez a történet? A történet, hogy igaz-e vagy nem, azt nem tudjuk jogi értelemben eldönteni, mert semmiféle dokumentum, felvétel, jegyzőkönyv nem maradt. Mendemondák vannak, hogy mikor csomagolták ki a nagyméretű pannókat a világkiállítás magyar pavilonja bejáratánál, Picasso benne volt a díjzsűrébe a világkiállításnak, akkor felkiáltott, meglátva az első táblát, hogy ki ez a barbár zseni. Állítólag ez hangzott el, és ez természetesen a magyar pavilonban dolgozó, többek között a Nemzeti Múzeum igazgatója hazahozta, mint történet. Tehát, hogy képzeljétek, milyen sikerünk volt, mert ez történt. Hát ezt aztán később voltak, akik vitatták, hogy ez csak egy megkreált műmonda. Hát én ezt nem tudom eldönteni. Picasso-tól kitelik. Picasso-tól kitelik, és a 220 a helyzet olyan, méteres mű. Igen. A helyzet olyan, hogy attól is kitelik. Tehát én autentikusnak fogadom el, de nem tudom bizonyítani semmilyen módon. Jogi értelemben. Értem. Na, akkor elkezdek lapozni. És Kristófra bíztam, hogy kedve és mondandója szerint válogasson és állítson össze egy anyagot, úgyhogy lesz olyan, ami számomra is újdonság lesz. Nagyon keveset fogok közbelépni, hogy minél, vagy közbe kérdezni, vagy mellé tenni bármilyen történetet, hogy Kristófnak minél több ideje. Bocsánatot kérek, hoztam magamat. Jaj. Már otthon rá is mondtam, hogy nem tudom hallani, hát az eleje lemarad. Na jó, akkor miért választottad elsőképnek ezt a grafikáknál használatos módot? Ezt használta a grafikus alap. 2006-os könyvnek a belső envelopján, tehát azért azon kívül ez jellegzetes, a grafikáit írta így alá. A festményei nem ilyen aláírást találunk. Néhány hamisítóval ezen is lehetik, hogy a grafikai aláírását veszik fel a festményre, illetve megfordítva. A grafikáihoz egész életében? Folyóírást használ. Ja, hogy folyóírást. A festményei pedig lóbetüket. Gyerekkori fotó, ez egy Krisztinavárosi polgárcsalád, ahol a nagyapám született, az apja vasútépítő mérnök volt, lesz majd róla fotó. Korfestőnek is jött a hintalovas kép minden akkori kisgyerekről, bevitték a gyereket egy ilyen fotoműtemben, akkor hintalovas képet csináltak róla. Itt a testvérével egy Zsolt utca 7 szám alatti lakásban laktak a szülei, oda születtek, nem ebben a lakásban születtek, de nagyon hamar oda költöztek, és egy karácsony ünnepségen Mária nevű nagyon fiatal elhunyt testvérével. Az Abonovák Sándor, akinek a második világháborús elhunytáról értesítő dokumentumot is beállították, ő a testvére volt? Nem, jó fia volt, azért intettem úgy, hogy nem az egyetlen gyereke, csak ezt majd eljutunk oda. Jó, akkor eljutunk oda is, jó. Itt a dédszüleim láthatók, édesanyám van a kezükben, mint unoka, és a nagypapa, az édesanyámnak nagypapa, Novák Gyula vasúti mérnök, és Frau Rosa, aki Bécsből érkezett Júlia asszonyként feleségnek, ugye a monarhiával ez teljesen természetes volt. Dédapám Bécsbe tanult, a technikai főiskolán, és ott ismerkedett meg Wagner Rózával, aki aztán Magyarországra jött, és 3 gyereket szült. Itt a nagyapám már
festő korában az édesapjáról festett portréja, ez most az Antalusti gyűjteménynek a része. Igen. Hát itt egy nagy ugrást csináltunk, ugye, csak hogy megmutassam, itt temetik 1941-ben a Vanovákot, ott látható édesanyám 13 évesen, és mellette a bátyja. Igen, ő az édesanyám, és abban a Novák Sándor, aki Erdély Sándor német született, mert ez házasság előtti gyereke nagyapának, az édesanyját nem tudta feleségül venni, mert még nem volt nagykorú, akkor a nagykorúság feltétele nem 18-nál volt meghúzva. És aztán később nagyapám adott át a nagybátyának, aki aztán lesz róla gyászjelentési dolgokanyagba pusztult el. Ez nagyapám síremléke, Farkas réten. Igazából ezt az édesapjának készítette ezt a mozaikot, ami aztán végül is az ő sírjára is került. Tehát a mozaikot már nem ő rakta ki. Itt fekszik az édesapja, az édesanyja a Sopronban halt meg, ott nyugszik. Itt a nővére, Novák Mária, édesanyámat oda temettem, és Perc Jenő János volt, aki a mozaikot kirakta, egy művésztársa. Ebben a parcellában fekszik egyébként Márfi is. Ez egyik első ilyen rajza, a játszótéri Krisztinavárosban, a Horváth kert egy játszótéri is volt, ott rajzolta a 905-ben egy kis bézikéről. 11 éves korában. Igen, lesz utána rögtön egy még korábbi képe jön, csak az már festmény. Ezt 902-ben festett egy pici fatában van az egész kép. Tirolba járta, ugye az édesanyja révén a nyarait az Karintiába és Tiroliába töltötte, ott vakációztatta az ottani rokonoknál, és akkor ő mindig festett. Nem nagyon maradtak meg, de speciál megmaradt. Itt már egy nagy ugrás van, mert előre vetítem az első világháborút, ami az ő számára front szolgálatot jelentett. Méghozzá a főiskola padjáról kilavatták őket, Szőnyi többek között egy év folyamba jártak, és végig szolgálták a 4 évet. És neki ez egy hihetetlen emberi élmény volt ez a háború, és nagyon döntően megváltoztatta a világ szemléletét. Megsebesült, időlegesen meg is bénult, de ahogy festőként autodidakta volt, öngyógyítással. Tehát az orvosok azt mondták, hogy semmit ne tegyen a kezével, ő azonban behozatott súlyzókat és elkezdte trenírozni a kezét, és állítólag ennek köszönhetően kvázi öntudatlanul, de saját magát helyrehozta. Na most ez a munka még a korai. Nagyon magas színvonalú részkarcokra is egy jó példa. Ez azért vetítettem előre ezt, hogy a vízüzönként ugye már átemelte biblikus szintre a háborús élményeit, ez pedig egy korai katona képe a frontidőből. Itt pedig őt lehet látni, amit fest az állvány előtt. A frontról időnként kisebb időszakokban elengedték őket olyan 80-100 kilométerrel beljebb, és egy olyan két hétig engedték őket festeni, rajzolni, mert főiskolára visszajártak vizsgázni. És akkor kaptak ilyen könnyítést, hogy gyakorolhatnak. Majd mentek vissza, és ha nem haltak meg, akkor mehettek vizsgázni. Kristóf, ennél a képnél kérdezem meg az egész anyag, vagy tenni fel az egész anyagot érintő kérdésemet, hogy ezeket a részletekben menő Abanovák Vilmos életét érintő adatoknak a nagy részét édesanyától hallottad, vagy maradt a nagypapád után olyan mennyiségű írott dokumentáció, hogy azokból évek hosszú során összeállt benned a kép, vagy felépült benned? Ez tipikus is, mert például a fronton voltak időszakok, hogy naplót vezetett, aztán nem, aztán mikor Rómában volt ösztöndíjon, akkor megint voltak naplóbejegyzései, Amerikában, mikor New Yorkban járt, akkor is. De úgy egyébként nem maradt neki ideje, mert rengeteget dolgozott naplót vezetni, hogy részben a naplói, részben az édesanyám, részben azért hála Istennek a műtörténészek is a legváratlanabb
helyeken bukkannak adatokra egy másik művésznek a papírjai között. Jeges Andrástól is kaptam levelet nagyapámtól. Jó, akkor menjünk tovább. Ez pedig a szülemkedés az ő háborús élményeinek, ez a szegedi Hősök kapuján levő. Hát gyakorlatilag látszik, hogy az a vízözön, amit ő úgy érte meg ezt a frontszolgálatot, hát ezt itt bedolgozta. Ez minden csak nem egy tipikus első világháborús hősi emlékmű, ami tele van az ország, és mind ilyen kiglancolt, kifényezett, ilyen hősi pátoszt ábrázoló emlékművek, hát itt látható, hogy itt nagyon nem erről van szó. Akkor visszamentünk a főiskolás rajzaira. Tehát háborúzott is, meg ment vissza időnként rajzolni. 22-be iratkozott be is még. Akkor már visszamentünk. És itt még az a lényeges, ezt azért válogattam, mert itt úgy van aláírva, hogy Novák filmos. Tehát hogy az abba, az felvett még nála. Bár ezt ma már általában tudja mindenki. Igen, de azt, hogy miért pont az abba nevet vette fel, az arra van valami. Van magyarázat, a középiskolás tanárával közösen egy lexikont felütve beleszúrták a lexikonba, és az Aba Sámuelnél sikerült ez, és a nagyapám mondta is, hogy ez nagyon jó, mert akkor minden évsor elején lesz. Egyébként ez be is jött. Számtalan helyzetben ez neki nagyon jól jött. Na most ez olyannyira beépült, hogy igen, sok helyen már csak az Abának szólították őt a barátok, kollégák. Egyébként 1912-ben történt ez, tehát még mielőtt a művész pályájára. Ez is egy főiskolás, még mindig Novák V néven a korai, még gimnazista éveinek utolsó járt már tájat festeni, és hát ezen is látszik, hogy tényleg képességekkel született. És ez és az ehhez hasonló művek, mint sok más festőnél, Aba Nováknál is arra ragyogóak, hogy érzékeltessék a nézővel azt a hihetetlenül nagy utat, amit adott esetben ő 20 év alatt tett meg. Itt már a Zsolt utcai lakásban, amikor a frontról visszajöve, már ez a, én úgy szoktam magamban mondani, hogy Sturm und Drang korszaka. Látszik, hogy szakállat növesztett, elképesztő tempóban dolgozott. Azt hívta úgy, hogy ő most a tudatos önképzés éveit éli, és nem törődik semmivel, ami körülötte van. A nagyvilágtól megcsömörült a háború miatt, és minden energiáját és figyelmét a saját önképzésére, önfejlesztésére fordította. A szülei nem örültek, hogy ott részkarc nyomást, mert ottan savakkal dolgozott, úgyhogy többször konfliktus volt. Ez annak egy, abban az években keletkezett lenyomata, egy ilyen kettős akt látszik, hogy egészen ilyen erőteljes, expresszív jellegű grafikákkal kezdtek. És már az egész korai rajzai, illetve részkarcai látszik, hogy elképesztő rajztudással rendelkezett, ami most itt egy más A Zsolt utca miatt tettem ide a képet, hogy abban a házban, ahol ez zajlott, a szülei lakásában, ahol aztán később, mikor a szülei nyugdíjba ment a dédapám, akkor ő költözött abba a lakásba. És emiatt én, amikor módon volt egy emléktáblát állítani neki, akkor a Zsolt utca 7 szám alatti házra én ezt az emléktáblát készítettem, a Pavlikovics Iván szobrászbarátom, mert kértem erre föl. Nagy örömmel ez a 110. születésnapján, ami hát most már 10 évvel ezelőtt volt, akkor tudtuk felavatni. És hát egy abszolút rendhagyó. Igen, normál emléktáblát nem akartam, mert azt tudom, hogy tele van a város ilyenekkel, és a kutya nem figyel oda. Talán erre odafigyelnek. Ez volt a elképzelésem. Ez megint egy aktamból a korból, ez még erőteljesebben mutatja meg ezeket a kubisztikus testépítő vonalakat, és a nagymamának ábrázolja, akit ő az ablakából kinézve, ő rálátott a budai dobozgyárra, aminek a helyén most egy modern épület van, a Zsolt útban nevű dolog, és én szerintem megtetszett neki a nagymamám, és meghívta modellnek, amiből aztán később. Tehát a nagymama ott dolgozott? Ott dobozgyári munkásnő volt, amikor mondtam, hogy a családban vannak nyomdász hagyományok, ami miatt én nyomdászt tettem, abban a nagymamám is benne van.
ez is egy nagyon korai képei közül való, még mindig nem a későbbi Abba-Nováknak a festőjegyeit lehet látni. Ez ilyen, egy ilyen posztnagybányai jellegű kép, de megint a teljes szakmailag a teljes felvértezettség az már látszik. Ez megint, itt már kezdődik. Ez a Sturmundra, amit mondtam, hogy itt már kezdi önmagát építeni. Tehát elfordul a hagyományoktól, de beépíti magába, és már új utakat keres. Ez meg egy híres fotósnak a fotója. André Kertész, aki a magyar fotográfiának az egyik nagy ágyúja, ő készítette, akkor már együtt élt a nagymamámmal, és a Bajcsi-Hirinszki úton, ami akkor aztán Vilmos császár út volt, ott laktak egy ilyen padlástér mosókonyhából kialakított lakásba. Felgeteges nyomorban, mert a szüleivel az, hogy ő művész lesz, az konfliktusos volt, mert Krisztina városi polgári családokból nem szoktak művészek előállni, azt nem szeretik. Igen, egyébként érdemes megemlíteni, hogy az édesapja ragaszkodott hozzá, hogy először rajztanári diplomát szerezzen. De ezért nem művészképzőn végzett. És a partnere pedig egy költő, akkori fiatal költő, Krasznak Kulcsár József, akit ma már persze nem ismer senki. Ez is akkor készült, megint egy példa művész nyomorra, szinte semmiük nincs, csak festmények, képek a falon. Igen, ez is André Kertész. Ez is ugyanabban a boralakásban. Nagyon a Molnos könyvben olvastam, hogy André Kertész is határozottan, kitartóan és öntudatosan autodidakta művésznek hallotta magát, és eszembe jutott, milyen érdekes lenne ezt is egy más megközelítésből is megvizsgálni, koroniszaki kortárs volt, tehát ugyanúgy az első világháború traumái után a 20-as években ő kelet és a buddhizmus felé fordul. Abba-Novák, az Árkádia, tehát egy mesterségesen létrehozott idealisztikus világban, és hogy mindannyian tudatosan autodidakták, hogy hirdetik, hogy ők autodidakták, hát elutasítanak minden hivatalos iskolai képzést, nyilván ez is eléggé akadémikus és leszűkítő, fejlődés leszűkítő volt az oktatás akkor a főiskolán. Azért ezért lázadoztak. Igen. Na most a nyomor mellett olyan meghittsége és olyan igazi bohém hangulata van a fotónak, hogy élvezett nézni. Na, menjünk tovább. Ez is szintén ez most speciál a Zsolt utcai lakásból a nagymamámnak dedikálja. Sok minden jó, én megköszönöm be egy ilyen fotót. Itt is látszik ez a tényleg a Sturmundra így foglalkozik össze. Teljesen el van számba mindenre, hogy minden itt bele fogja költeni az egész életét. Tehát ha udvarol egy proli lánynak, meg a nagymamám az volt, akkor neki ezt vállalnia kell, ami ezzel jár. Igen. És a nagymamám vállalta. Egyébként Abba-Novákban a fizikai erő mellett a tekintetéből ugyanaz az erő, ugyanaz az elszántság, határozottság tükröző. Ez 24-ben az Ernst Múzeumban volt először kiállítása, ahol már nem csak grafikákat állított ki. Akkor már kezdték el ismerni, tehát akkor már konszolidálódott is egy kicsit a külsejét illetően, és már kezdtek ilyen szakmai értelemben sikerei lenni, már vettek tőle hát inkább grafikákat, de festményt is tudok már eladni. Ez a Fahordás című képe, amit a következőbe be is tettem a mai változatában. Ebben annak a két háború közti Abba-Novák festészetnek az első periódusát lehet minden elemében, hogy tájkép, de ugyanakkor emberek nélkül nagyon ritkán készít tájképet, és hát nagyon erőteljes a kép minden szempontból. Ez egy egyik leghíresebb önarcképe, a Borsos önarcképe, ez Érsekújváron található, ahol októberben, szeptember-októberben nyílik nagy Abba-Novák kiállítás, és nagy örömmel itt van a kurátor a kiállításnak Érsekújváról, Markus Oszkár ellen, a külön örülök, hogy eljött. Köszönöm. Ezért a mai beszélgetésért jött át Érsekújvárhíre szeptemberére, úgyhogy én is csak köszönni tudom. De ez Metákról mondja egy pár szót, légy szíves. Igen, Meták révén van ez a
galériához, mert tehát tanítványa volt neki a főiskolán, érsekújvári születésű, akinek szlovák édesapja, magyar édesanyja volt, és amikor a nagyapám a főiskolán tanított, akkor éppen ugyanő Prágába jelentkezett egyetemre, fős képzőművészeti egyetemre, de addigra visszacsatolták az ő lakhelyét, és akkor Abadovákhoz került a budapesti főiskolán, és egy életre szóló barátság született mester és tanítványa között, amit Zmeták az élete végéig hangoztatott. A gyűjteményében szerzett Abadovák képeket, a gyűjteményét Érsekújvárnak adományozta, én pedig hát, többszörösen személyes kapcsolatba kerültem vele. Olyan mérhetetlen az Zmetákot, igen. Olyan mérhetetlen szeretetet kaptam, azt merem mondani, hogy ajnározott engem, mert én a mestere unokája vagyok. Többek között ő általa is megéreztem azt, hogy egy rendkívüli ember lehetett a nagyapám, mert én semmit nem tettem azért, hogy elismerést kapjak, és ennyit kapok. Azt én a nagyapámnak köszönhettem. Úgyhogy ő egy különleges személy. Egyébként például a nagyapám a főiskolán azt is tanította nekik, hogy menjenek el Olaszországba festeni, és menjenek Szicíliába, azon belül Csehfaluba is el kell menniük, mert különben nem lesznek soha jó festők, és az Zmeták attól kezdve mindig ott volt Csehfaluba, és ezután elmentem én is Csehfaluba, mert érdekelt, tényleg egy varázslatos hely, egy nagy emléktáblát találtam, Zmeták emlékére állította a város, mert 15 éven át oda játsz festeni, és megy tovább az Abadovák szellemiség. Egyébként a jelenlévők közül biztos többen emlékeznek rá, hogy 2 vagy maximum 3 évvel ezelőtt a Művészet Malomban volt egy kiállítás. Igen. Kristóf, a nagypapád magán, jól emlékszem, hogy jól tudom, hogy neki magán iskolája is volt? Jól emlékszem. Neki először volt egy működő magániskolába, meghívták tanárnak. És aztán viszonylag hamar felismerte, hogy a ő vendégek javarésze ő miatta jön oda. Hát akkor ő csinál magának egy festőiskolát, és aztán így már neki lett saját festőiskolája, ahol hát nagyon sokan megfordultak, többek között nagy művészek lettek belőle. Most a Hantai az nem a magániskolában, de rengeteg olyan növendéke volt, akiből nagy művész lett. És a magániskolában Rozsda Endre járt például, aki hát Párizsban komoly karriert csinál, de nemrég halt meg Redő Ferenc, magániskolájában járt. Redő Ferenc ott ismertett meg feleségét, Vörös Rozsdáját. Magániskolában. Bálint Endre is felbukkant nagyon rövid ideig, mert ő hamar átlátta, hogy ez a fajta művészet, amit neki ott tanítanak, ez őt nem érdekli, és okriban. Úgyhogy számtalan komoly művész karrier befutamban járt a magániskolában. Ez a 20-as évek második felében, vagy a 30-as évekre? 34-től 37-ig tanított a felett iskolában. 33-ban meg már Marsovszkényi festőiskola, belvárosi festőiskolája. És akkor a főiskolai, azt később jött. Itt megint csak egy festmény révén családi portré, és azért így raktam össze, hogy az úgynevezett kettős portré, ez egy nagyon nagy méretű festmény, hihetetlen erő van benne. Szintén ezek az Zugligeti évek, amikor is már vannak festői sikerei, már kezdik elismerni a közönség és a szakma is, és akkor Zugligetben egy ilyen kocsmának a melléképületét kibérlik, és kvázi egy magánművésztelep, de nem ilyen szervezett formában, mert onnantól kezdve járulhatnak ki oda a testő barátok. Mationi Eszter, Kelemen Emil, Medveckiről tudok, és Patkó Károly. És ez annak egy jó lenyomata, ez Nemzeti Galériában van. Most tudtam meg, Ilonától, hogy ezt nem adják oda a érsekújvári kiállítását, kár értem, mert ennek ott benne a helye. És van valami jutott, hogy hát, átrendezték az állandó anyagba, ennek kivehetetlen helye van. Ja, értem. Egyébként hadd hívjam fel a figyelmet, hogy szívesen átadom neked a szót. Molnos Péter a monográfiában irányítja rá a figyelmet, hogy a Abadovák egyik erőssége volt a
az alakábrázolásnál, hogy olyan erővel jelenítette meg a testbeszédet, és külön kiemelő a kézábrázolás, ami mind a kettő ezen a festményen is jól látható, tényleg olyan erőteljes, tehát úgy állítja be a modelljeit, hogy a kéz látható legyen, és nagyon egyébként hasonlít nagyon a akinek Medveckinek, Pali Segítski. Ez a kettős portré, ahol kettőjük között ugyancsak egy kutya. Ez a Matioli, ezt a kutya egyébként. Igen. Még annyit erről, hogy a kezekről, hogy volt, most zártuk be a hétvégén a mi galériánkban volt Arcok és emberek címmel a Banovák portrék, egész alakos emberábrázolása, és ott is a közönségből sokan fölismerték ezt a kézben rejlő erőt, és megemlítették nekem. Érdekes, hogy végigkíséri az összeset. Igen, igen. Tehát a kéztartás igen. És a... szem a lélek tünkre, de azért egy kézmozdulattal nagyon lehet üzenni. Nagymamáról többször volt szó, ez egy gyönyörű akvarellról, ez is kim volt ezen a bányfalusi kiállításon. Ezt igyekszem mindenhol hagyni, mert túl a szennyélyen nekem még, mint akvarell is lehetett. A nagymamádat ismerte? Ismertem, igen. Hát a 50-es években én gyakorlatilag ő volt a radám, óvónőm, mert hát sokáig az anyámmal vissza kellett menni dolgozni, és nem nagyon, raktó gyerekként nem nagyon lehetett bejutni. Se óvodába, se bölcsödébe, úgyhogy... Ez... Tehát akkor a nagymama is egy fontos... Nekem nagyon fontos, igen. ...mesélő forrás. Igen, igen. Igen. Itt a Norma festékgyár látható, a gyárat tessék nagy erősen üdvözlőre tenni, ez egy pince, ahol Abanovák festéket is gyártott, a 20-as években alapították el. Igen. És egy festőművész barátjával, aki vegészmérnök is volt, közösen üzemeltették, és hát nagy reményeket fűztek hozzá, hogy olyan van, ez nekik nagyon jó lesz. Nem lehet, aztán pár év múlva bezárták, de mondjuk a művész világ profitált belőle, mert a barátoknak ingyen adták oda a festéket, és csak a többit adták el, hát abból szerényen fejlesztésen nem tudottak, úgyhogy előzre is aztán abba hagyták, de ez fogalom volt a szakmában, hol van a festékben. Jó minőségű festékek voltak. Ezért a legtöbb festményének a mai napig időállóak a színei. Na most ez az a korszak, amikor még olajjal, vagy tehát még nem tért át a pergellára. Még olaj, igen. Jó. Ez egy igali kép. Igal ma már ismerte a gyógyfürdőjéről, de amikor a nagyapám oda került, akkor nem. A kép bal szélén, hát nekem bal. Igen. Én mutatom a nyilagban, Gartner. Van Gartner Sándort lehet látni, aki egy Pestről leköltözött orvos, aki a testvérével, aki tüdőbeteg volt, és kitalálták, hogy ahhoz klíma és lakóhely változtatás kell, kinézték maguknak igazt, és ott pár év alatt megerősödtek részben minőségi virágtermesztésből és a házi körorvosságból éltek, és aztán kitalálták, hogy művészeket hívnak meg nyaranta, akik posztot, kártyát kapnak, és egy képet ott kell hagyniuk cserébe. És nagyapám a törzsvendég lett, jó pár festőre oda, többek Kreszmajz festmény is, meg korszak is lett a nagyapám életében, összeállt a dolog, de például Szabó Lőrinc is járt oda. Tehát nem csak festőkkel működött ez. Középen Iványi Grünwald és hát Abanovák Pipával. Igen, közben én följegyeztem magamnak, hogy Barcsai Jenő, Kelemen Emil járt ugyancsak a vezégségben. Igen. Hát ez ott készült, beöltöztek népviseletbe, és többek között Barcsait lehet látni a képen, Mationi Esztert, Kelemen Emilt, Patkó Károly, Barcsai, igen, itt van a Banovák. Alul ül a... Kelemen Emilt arcon nem ismerem, ő melyik? Ő? Ő Kelemen Emilt. Ő itt? Igen. Igen. Nagymamám ott van a szélén, abban a profilba befordította a fejét. Igen. Abból is látszik, hogy milyen gyönyörű. Igen. Meg az egész testtartás. Igen. Hát ugye modell volt, tehát igen. Ő tudta, hogy kell állni, ha
festik vagy fényképezik őt. Igen. Na most mivel ez a vezető... Ez az egésznek a hangulatára is jó fényt vett, hogy milyen oldottan és baráti módon zajlott ez, miközben rengeteg képet festett. Mivel Szentendrén zajlik ez a sorozat, észrevehettétek, észrevehették már, hogy mindig igyekszem a szentendrei szálakat beszűni az éppen aktuális beszélgetésbe. Elkezdtem összegyűjteni azokat a később Szentendréhez kötődő művészeket, akikkel Abanovák Vilmos is találkozott, nem találkozhatott, hanem biztosan tudjuk, hogy találkozott. Hát itt Igalon őket találtam, de majd Nagybányáról, Felsőbányáról, Pirk János, akkor Medvecki, ilyen Mattioni Eszter, Jeges Ernő, Pajzs Göbel, tehát elég sok olyan szentendrei festő. Arról tudsz valamit, Kristóf, hogy Abanovák járt valamikor esetleg a 20-as, 30-as években akár egy festőtársánál látogatóban Szentendrén? Nem tudom, de ő eléggé hamar, részben tudatosan, saját magát, mint egy önálló bolygót definiálta, és egy kicsit nem azt mondom, hogy arisztokratikus, mert baráti viszonyban volt szinte mindenkivel, de festői értelemben nem. A Patkó Károly kivételével, mert az egy külön történet az ő életében, nem volt. Festői értelemben nem volt Iker bolygója. És nem is nagyon élt társasági életet. De, nagyon is. Igen? Nagyon is. De az más, a társasági élet, mint a festészet. Ez egy tipikus igali kép, téglagyári kép. Ez már egész más színvilág, ha tudjátok idézni. Amit eddig láttunk, és mennyire más. Igen, azért ez is táj, ezen is emberek vannak, tehát ez már nagyon kifejlett. Ez még olaj és vászon. Igen. Ez már Rómában az akadémián. Igen, nagymamám kezében van az édesanyámmal, fönt a Molnár cépán látható, Szőnyi István felesége és a két szőnyi gyerek, Zsuzsa és Péter. Tehát itt látjuk, itt egy pillanatra hadd térjek ki erre, Szőnyi Zsuzsa kiskori fotóját pár héttel ezelőtt hunyt el 92 éves korában Szőnyi István híres élet leánya. Tehát itt most már Rómában vagyunk. És akkor ezért hoztam be már olasz képet. Igen, és ezek a képek, amiket ezután fogunk látni, kivétel nélkül már mindegyik temperával készült. Ott római és a olasz vidéken szerzett elsősorban freskókon, mozaikokon, padlólapokon szembesült azzal, hogy ez a fényszínes festészet, a festék ennyire ragyogása, amit az olaj képvisel, illetőleg az, hogy lassan szárad, az neki nem tetszik. A technikáját nem szolgálja ki, a látvány gyengíti, ha túl fényes, és akkor váltott temperára, amivel viszont hirtelen el kellett kezdeni nagyon gyorsan dolgozni, mert nagyon gyorsan. És a későbbi falképeit itt alapozta meg szakmailag, hogy elképesztő tempóba kellett dolgozzon, és véglegesek költön talára, mert javíthatatlan a tempera, szemben a dolajra. Ez is egy kép, hogy milyen néhány színfoltal, és annak idején, amikor a 60-as években a Lakner kortársaival, Gyémánttal újrafejlesztették ezt a visszatörléses technikát, tehát ő ezt már alkalmazta. Ez tipikus visszatörléses kép. A Fokas Ignác szót ismerem én, hát ha nem is az egyetlen festőnek, aki a későbbi generációból ehhez nagyon hasonló festési technikát használ, csak azt nem tudom, hogy milyen festéknemmel élt el. Ez a kép is ott szerepelte az arcok és embereken, ezt mondom, úgy mondom, hogy ez volt a sztárképe a kiállításnak. Ez egy római, Mérges Giovanni néven egy római utca kép, egy római ember. Hihetetlenül nem érezte magát jól a barokk Rómában.
az neki művészetileg túlcsorgult valami volt, nem tudott vele mit kezdeni, de nagyon tetszettek neki az emberek, az utcán élő emberek, mert ugye az oroszok kinnének az utcán, és percenként szállítják a festői rénáló embereket, akiket üvöltenek az eset után, és Giovanni is ezek közül való. Több volt ilyen, de hát én a Giovanni fülött. Római Magyar Akadémia első évfolyamában négy Gerelics Tibor Akadémia igazgatója, kurátora négy embert választott ki az első évben ösztöndíjra, és nagypapád Galanovák Vilmos, Patkor Károly, Szőnyi és Pácai. Négyet a már pályán lévő, mert kezdő főiskolások vagy frissen végzettek mentek, de négyet beépített szándékosan, akik már a pályán voltak 10-11 néhány éve, hogy úgymond kicsit fölemeljék az indulás színvonalát. Igen. Tehát ez volt Aba Novák első útja és találkozása Itáliával, és ekkor, bocsánat, ezután születtek ezek a... Valahol valahoz. A Nyugatot csak azért tettem ide be, mert szokták kérdezni tőlem leányfagon, hogy ismerte-e Móriczot? Hát ismertem el a Nyugat szerkesztőjeként, ahol például ezzel a címlap tekintetőben is látszik, hogy jelentek meg grafikái, de barátságban nem volt vele, és azt nem tudtam sehogy rekordszerűen, hogy járt-e nála a leányfagon, vagy nem. De kapcsolatban voltak, és mint írót nagyra tartotta. Hát annál is inkább, mert majd a későbbi szolnoki, meg cirkuszos képek, mint a magyar vidék képi feldolgozása. Ez úgy kapcsolódik Rómához, hogy ez a szegedi Gömötör toronynak a 31-ben általa festett freskói, ami itt elég síralmas állapotban látszik. Ez volt az első köztéri munkája, mikor hazajött, akkor döntött el, hogy ő falakat szeretne festeni. Olasz templomokban szerzett, palotákban szerzett élményei hatására, és azért vált egy temperára is. És ez most pillanatnyilag veszélyben van, úgyhogy hát épp azt mutatja ez a kép, hogy a restaurátorok szedik le a falról, amit le tudnak emelni, nedvesednek a falak nagyon durván, és dobják le magukról vakolattal együtt, és amit tudnak, lementenek, és most van rá esély, hogy esetleg, nem esetleg, az már biztos, hogy a teret komolyan átalakítják, és akkor van esély, hogy a tornyot is rendbe teszik, szigetelik a falait. Hát Szegeden. Szegedről beszélünk, ahol egyébként készülünk 14-én, június 14-én megnézni a Koszta kiállítást Pódmezővásárhelyen, és visszafele elmegyünk Szegedre, és megnézzük, hát belesünk ide a Dömötör toronyba, ezt nem fogjuk látni, sajnos, és megnézzük a Hősök kapuját. Kristóf, ennek a templomnak a freskó terveiért kapta a Vanovák, a páduai... Egyházművészeti világkiállításon aranyérmet kapott az első munkájával rögtön. Ezt azért tartottam fontos nekik megmutatni. Meg hát érdekes is, hogy történik, hogy lehet... Pillanatilag így vannak lefejtve a freskó darabok, és ilyen szakszerűen tárva. Mórok Ferenc Múzeum adott nekik rajta lehetőség. Ez is egy római ösztöndíjnak a folyamánya, a piros kalandosnő. Hát ott van egy állat, tehát olyan kilóg egy kicsit az ilyen szokásos képekből. Megint egy traktória. Kikötővel. Szeretik a hamisítók ezeket a képeket, mert nézzük meg a vízfelszínt, hogy olyan nagyon egyszerűnek tudjuk azt megfesteni. Csak ha hamisítják, akkor a könnyedséget már nem tudják, azt belejtékes munkával állítják elő ezt a hatást. És a könnyedségnek látszania kell,
Na most van egy-két festő, aki tud ilyen könnyedben ilyet festeni, de hát az meg annyira tud, hogy ő a saját képeit festi, nem fogja másik. Igen. Tehát ilyet csak hamisítok. Egyébként egy nagyon hasznos része a Monos monográfiának szerintem, hogy egy pár oldal szentelt annak, hogy egymás mellé tette az eredeti képet és a róla készült hamisítvány, és kielemzi, hogy mik azok az apró nüansznyi dolgok, amikről észre lehet venni. Van, amikor nem is kell elemezni, elég rá. Van, amikor nem is kell elemezni, igen. Ez is egy tipikus tempera falemez kép, tehát ez már abból a korszakból, mikor már Szomlaki művésztelet tagja volt, és muzsikus cigányok, a Bach muzsikusok elődje ezt tulajdonképpen. Ez már egy, abban a korszakában eluralkodott rajta, hogy már tulajdonképpen novellákat írt, mikor fest. Tehát története van a képen, nem csak egy egyszerű ábrázolás. Hogy fogalmaztál meg nagypapát, hogy novella lesz minden. Akármihez nyúlok, novella kerekedik belőle. Novella kerekedik, vagy akármit festek, novella kerekedik belőle. Ez ugye egy külön világ a festészetben, a cirkuszok világa. Én azt gondolom, hogy a mozgalmasság a sok ember alak, még a színek kavalkádja ragadta őt meg, és elég sok ilyen irányú képe van, ezt is szeretik hamisítani. Ez megint egy családi indítatású kép, édesanyám van rajta, nagymamám, és nagyapám ráfestette magát önarc képen, a két állat képében. Ráadásul még azt is megtette, hogy amelyik a családon néz egy picit mosolygós, amely kifel a világra, az egy kicsit zombra. Ez egyébként alapállása is volt, de a világháború miatt eléggé haragudott a világ. Ez a Városmajori templom mennyezett festőjának a festőse. Föl kéne venni azt a mozicsit. Itt látszik az, hogy ugye kartonok készülnek egy az egy méretbe, színnel, és aztán azt a friss vakolatba átkarcolja, majd az így feltöltött és elhatárolt részeket festi meg színek és tónus értékek szerint. Egyébként sajnálom, hogy azt a fotót nem válogattad be, ami a monográfiában van, ahol hanyat fekszik egy ilyen rézsutossal épített, úgy néz ki, hogy ilyen összeeszkávált, hát ez is, hogy milyen elképesztő pózban kifasadott. Tehát fizikailag is nagyon... De, mondjam, ez is elég jól mutatja, hogy nem egyszerű dolog, hogy nem valót kifestenek. Ez a Jászent Andrási templom festésnek már a átadás után a csapata, valahol a második Kiobili Ferenc, aki tulajdonképpen az alap megrendelést kapta a Jászent Andrástól, de viszonylag hamar felmért, hogy ez neki egymagának túl nagy feladat, és akkor miután a Szolnoki művésztelepen egymás mellett dolgoztak, egymás mellett volt a műtermünk, és jó barátok is voltak neki. És tudta már a Dömötörtorony miatt, hogy a monovákot lehet falacfesteni hívni, mert gyors is lesz, meg szép is, meg jó is, és akkor így kapcsolta be. És közben pedig még ott az a figura, az Cumf Imre, akinek kint volt ezen a mostani lányfalusi kiállításon a portréja, szintén jó barát, hogy díszítő festő volt, tehát ő magában a freskóban nem festett, de a templomban ugye számtalan olyan ornamens kell, oszlopokat meg kell festeni, ahol díszítő elemeket használnak, ezt mind szintén Cumf Imrével készített, és nagy barátok voltak. Többi szereplő ott helyi jegyző. Kristóf, röviden mesélj egy kicsit erről a Jászent Andrási freskófestésről, ami komoly dolgányba fulladt, egész magas egyházi körökig gyűrűzött fel. A tiltakozás, az avanovák figuraábrázolása, és ahogy a bibliai jeleneteket a megszokottól eltérően dolgozta fel. Igen. Az a helyzet, hogy ugye látszottak már az erős karakterábrázoló képességei a korai arcképeken is, és hát ez amikor a falra került, még jobban erőt vett rajta, hogy nem pusztán egy alakot tett föl, hanem egy embert, akinek az arckifejezése, a testtartása, a keze,
ezek mind ilyen történetmondó arcok voltak, és bőven felrúgta az addig szokásos, ahogy nem véletlenül tettem be a Hősök kapujának katonákat, a halálba menő katonákat, ott felrúgta a hősemlékművén szokásos ilyen patetikus ábrázolásmódot, itt meg felrúgta azt, amit az egy egyszerű falusi közösség volt a Jászent Andrási, akik a saját pénzükből összedobtak egy templomra valót, megépítették, és újabb, hogy felépült a templom, rá 20 évre meggyűjtögették a pénzt, hogy most pedig megbízunk egy festőt és kifestetjük. És hát nem olyat festett, amit ők az addigi elképzelésük, hogy hogy kell egy templomnak kinézni, és bizony ebből nagy batália támadt, és ráadásul volt egy konkurens templomfestő csapat, akik ezt meglovagolták, ezt a felháborodást, és nagy Egri Ferences szerzetesek bevonásával komoly botrány pattintottak belőle, ami egész Rómáig, a Vatikánig elhaladt. De hát Vatikán kifárasztották a tiltakozókat, több évig ment ki a panasz, több évig jött vissza, igen. És Gerevics volt az egyházi vonalon a referens ennek a történetnek, aki Avanovák nagy mentora volt. Igen. Nagyon viszonylag, és addigra már számtalan nagy nemzetközi díjat kapott az egyházművészeti munkáiért. Igen. És tulajdonképpen egyrészt megszokták, másrészt látták, hogy egy nemzetközi hírnevet szerző művészt próbálnak itthon, hát kvázi lejáratni részben üzleti, részben a falusiak részéről, számomra teljesen érthető módon. Hát igen, mert ők ahhoz voltak szokva, viszont Gerevics meg tudatos Gerevics. Sőt, van olyan anekdota, hogy egy idős néni odavitte a Bibliáját, és kivett belőle egy kis címkét, aminek ilyen áltatos kép volt, hogy ilyet fessen. Igen. Mert ugye ő ahhoz volt szokva, tehát igen. Azt várta, és hát nem azt kapta. Mára azért már megszokták, sőt, ismerek két olyan műtörténész lányt, az egyik Szent Andráson született, a másik Jászapáti borvaló, akik emiatt lettek műtörténészek, az Avanovák freskó indították meg őket. Szomszéd településen él Kő Pál, Hevesen, és őneki vannak stációi festve, úgy azt már később festette, és nagyon jó festmények egyébként. Szobrász Kő Pál, igen. Akkor még Macki Lajos néven festette ezeket, úgyhogy ez hatott aztán. Akkor botránnal pedig hát ilyen utóélete van. Ez a New York-i naplójának a címlapja. Tehát például mondtam, hogy nem, általában nem írogatott napot, de New Yorkban volt ideje, mert ott nem festett templomot. Az amerikai magyar festőiskolát próbálta beindítani, azért ment ki. Ilyen akvarellát készített. Felkérésre ment ki, gondolom. Ketten kitalálták, Iványi Grünwalddal, meg egy amerikás magyarral, Bartók Tilladalral, hogy ebben lehetne üzletileg valamit keresni, mert éheznek a magyar festők, hogy amerikai növendégeket csábítani Magyarországra, hogy itt tanuljanak festeni nálunk. És akkor lesz meg élhetős, és lesz a magyar művészetnek egy eszköz. Tehát nem bűnkereskedelemben gondolkoztak, hát hanem távlatilag abba is, de induláskor nem. Ez nem jött aztán be. Nem sikerült. És ez a 30-as évek közel. 35-ben járt ki. Ez egy akvarell erről a New York-i korszakból, amit úgy tervezett, hogy hazajön, és ennek alapján megfesti, egyet sem festett meg. Akkor már jött a párizsi pannó festése, a tanításai, tehát nem maradt már ideje rá. Ez csak egy följegyzés, ez az Amerikai Magyar Festő Akadémia, tehát még titkárságuk is volt. Tehát az amerikai magyar ember próbálta olyan amerikai cégre venni a figurát. El is indultak, részsikerek voltak is, ő adott is el képet Amerikába, de valójában ezek kutatás volt minden értelemben. Akkor pedig ez abban a korban készült, így nézett ki. Hát ez megint mert miközben állandóan ezt is csinálta, festett templomot, nagyfalú területet, oktatott saját iskolába, azért még táblaképet is festett. És akkor ott általában ilyen nagy sokadalmat mozgató képek, amikor minden figurát még külön kifinomította.
legalábbis a jellegzetes. Ez a nagyon erőteljes fordulás a falusi vidéki jelenetek felé, ez Amerika után volt, mert nem, valami olyasmi régi... Nem, ez Szolnok hatása egyértelmű. Szolnok hatása, de ez az amerikai út után teljesedett. Igen, 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 egyértelmű, de már Szolnokon olyan mély benyomást tett rá a környéki beli vásárlók, egyszerű parasztemberek, akik pihennek a nagy melegbe alatás közben. A Hősök kapuja Szegeden. Hát ezt fogjuk, aki eljön velünk június 14-én hozta a kiállítást nézni és visszafelekedni, akkor itt egy képet kaphat arról, hogy micsoda hatalmas méretű festményről van szó, és ennek aztán többszörösen története van. Igen, ezt kinagyítottam, a Horthy miatt tettem ki, mert amiatt, hogy Horthyt ábrázolja ezen a festményen, emiatt aztán ezt a freskót levakolták. Most azért érdemes megnézni, hogy hogy van ábrázolva a Horthy. Hát, ha ezt dicsőítő ábrázolásnak látta bárki, a Csukka Magdolna szerint ez egy mézes kalású szár. A lovon. Hát ez megközelítés kérdése, minden esetre, mint hadul a nagyapám, na, tényleg nagyon rossz élményei lettek a háborúból. És ennél mindenféle katonasággal összefüggő dolgot nagyon másképp látott, mint az akkori. Na, de ugyanakkor, miután őt felkérték, hogy egy hősi halottak emlékművét fesse meg, és felkérték, hogy Horthyt is ábrázolja, mert Horthy Szegedről indult, ábrázolja a szegedi gondolatot is. Hát ő így ábrázolta. Most ez a fresko aztán ugye le lett vakolva évtizedekig. Vakolat alatt volt, és aztán nem sokkal a rendszerváltás előtt kezdték Szegedben néhány civil ember ezt forszírozni, hogy hát ő látta még fiatal korában, vagy a szüleitől tudja, hogy itt nagyon magas színvonalú freskók vannak a Banovágytól, és az még nem látható. És akkor elindult egy folyamat, ami aztán 2001-ben ért véget a legutolsó kisebbik Gótívén befejezésével. Amiben rengeteg munka volt, azt már én, hogy mondjam, én ott már teljes messzélességre vettem részt ennek a pénzelőteremtésétől kezdve. Nem csinálok belőle titkot, a nagyapám visszakapott házának eladására azt én abból 20 millió forintot én befizettem el az alapítványba. Ezt akartam kérdezni, hogy ez a Szegedi Abanovák alapítvány. Igen, amiért nekem egy páran mondták, hogy jó, meggondoltad ezt, mert ugye az alapítványok körül van egy ilyen aura, hogy el fogják lopni a pénzt. Vagy vannak gyerekei, nem rövidíted meg őket, mondtam, hogy fog nekik is jutni, és én benne vagyok az alapítványban, ez nem fog ellopni egy fillért sem. A gyerekeim sem maradtak éhesek, és nem loptak el egy fillért sem, úgyhogy elértem, amit szerettem. És ez a feltárási, restaurálási munka befejeződött? Ez befejeződött. Ez 2005-ben befejeződött, azóta most már csak azon kell izgulni, hogy ne grafitizzék össze, mondjuk viszonylag nehéz megvalósítani, mert nagyon magasan van. Hát reméljük, hogy nem lesznek olyan leleményes rombolók. És akkor, mert látni fogjátok, akik eljönnek 14-én, akik meg nem menjenek el Szegedre. Amúgy is érdemes oda menni Szegedre, másért is. És akkor talán érdemes ezt is megnézni. Hát ez is egy ilyen freskó. Hát ott látszik az overallon, hogy a művész úr a legkoszosabb módon. Stefan Henrikkel, Vasverával, ez a Hősök kapujának a alkotó csapata, igen. Ez egy nagyon komoly, nehéz munka, egy ilyet kifesteni. Nem, mint ha távlat... Hogy mennyi ideig tart, de rövid, mert ugye megszakadt. Van, amelyek mindent nagyon gyorsan csinál. Két-három hónap? Igen, igen. Ez mondjuk az effektív festés, mert a kartonok azok általában hosszabb ideig készültek a műteremben. Abba is voltak segédek neki, általában a tanítványai közül vállalatta le a segédjét. Vasverő is tanítványa volt. Sajnos fiatalon meghalt, nagyon jó festő. Ez a festőiskolája, magániskolája neki. Abranovákat lehet látni. Lehet látni Vedő Ferencet. Melyiket? Itt van. Vedő névvel és Rozáriát lehet látni. De
De akit kiemelnék, Somogyi Józsefet, a szobrászt, az festőnövendékként kezdett a Vanováknál, és azt mondta neki a nagyapám, hogy magának át kéne menni szobrásznak. Jó fest, jó rajzol, de magában a szobrász van. Át is ment, és hát tudjuk, hogy szobrász van. Annyira, hogy ezen a 14. kirándulásukon Hódmezővásárhelyen a Szántó Kovács szobrát nem is nézzük. Ami a szociálnál verte ki a biztosítékot, ez a szobor. Úgy látszik, a Vanováthoz kapcsolódva botrány is van mindig. Igen. Ez a cirkuszok világából megint egy jellegzetes kép. Színek, formák, történet, emberek, kavalkád. Most ezen a képen kevésbé látszik, de egy lényeges dologról néhány beszéltünk, ahol a Vanovák szinte egész pályatörténetében a figurális ábrázolásokra jelent a groteszkség felé való elhúzás, annak a torz formák, karikatúra-szerű ábrázolás, és sokszor jutott eszembe, hogy Boromissza a másik olyan festmény, legalábbis különböző a Vektorok többet lehet, hogy van, akinél ezt oly mérte a korabeli műkritikák közül neves műkritikusok ezt emelik ki, és ezt boncolgatják, hogy vajon miért van ez a már majdnem visszataszító protest, és ugyanezt látni, ha visszamegyünk az előző, bocsánat, most itt nagyon irány van, az Abanovák figurákon is. Elnézést egy kicsit túlságosan előre szaladtam. Igen, ennél a képért értem. Igen, Szabó Vladimir volt még, ja, még ilyen Vladimir egészen elvarázsolta a felirában. Hát többen is van. De ugyanakkor az az érdekes, hogy se Boromosztánál, se Abanováknál, se Szabó Vladimirnél nem teszi visszataszítóvá. Én szerintem szerethetővé teszi. Igen. Természetesen nem az átlagos szemnek, tehát aki egy átlagos vizuális kultúrában van, az még taszíthatja is. De aki pár képet látott életében, azt nagyon hamar ráhangolódni kell a látványra. Bocsáss meg, az előző képről beszéltünk, vagy meg nem beszéltünk, és lenne mit beszélni róla, amíg nem úgy álljon. Ez egy, ugye volt egy kérdésed, hogy és miután festőként magányos bolygó volt tudatosan, de magánemberként meg nem állandóan sok buli volt, most már bulinak hívjuk, akkor nem úgy hívtam. Nagy társaság volt nála, ő is járt, tanítványok jöttek oda. Itt például Zsöbeli Nagy Imre ül az asztal közepén, aki neki főiskolás évfolyamtársa, osztálytársa és életre szóló barátja volt. És az ő tisztelt, igen, ő időnként ugye ő lent ért Zsöbödön, Csík Zsöbödön, és emiatt időnként, ha fölbukkant Pesten, akkor összetrombitált embereket a nagyapám, és akkor ilyen. Meg is jelent ez a fotóval, ami akkori újságban az volt a címe, hogy Székely parti Abanovákéknál. Féja Géza látható bal oldalt a legelsőmben, mellette Nagy Noám, mellette Vörös Rozália, hátul Ledő Ferenc, Abanovák középen, Tamási Áron éppen kortyol. Tehát valóban ilyenkor jöttek azok a Székely barátok, művészek, festők, tanítványok, és ez viszonylag gyakran volt, itt mindig. De ez otthon volt az Abanovák házban? Ez még nem a házban volt, mert ez egy korábbi, de az ő lakásában volt. Igen. Hát nem csak ő szerette, ahogyha eszik, igen, baráti társasággal egyre. Csak azért, mert van ez a női arcit, hogy ez tényleg olyan minimális festői eszközzel van megoldva, mert gyakorlatilag egy rántás az ecsettel, visszatörlés és egy kontú bedobva a volna, és ez szinte semmi, de nagyon komoly ellenben itt ábrázol. Ebben a pár nem méves és nem cizellált festői mozdulattal. Ez megint oda mutat, hogy amikor már teljesen uralja a dolgot, akkor már a technika az részletkérdés. Ez egy Székely Vásárnak a
képe. Egyébként Jóni néprajzilag jó párszor lebukott, mert szolnoki motivumokat simán becsempészett a erdélyekbe és fordítva. Mert neki úgy látványba állt össze, és nem néprajzot festett. Viszont ez annak a jele, hogy néprajzhoz értők alaposan elemezték a képet, hogy ezt észrevették a szinten. Ez egy tipikus ilyen műtermi kép, amikor a család együtt van, édesanyám, mamám. Falon a képek, van közt a templomi pályázatra készült kép, az nem lett kivitelezve. Szolnoki árvizes kép, hát ez olyan... Ez a szolnoki árvizes. Ez egy szolnoki árvizes kép, ez lappan, nem tudjuk. Volt már szó ugye a Picasso kapcsán. Igen, ez a híres 220 négyzetméteres párizsi. Ez most Székesfehérváron van, a Csók István képtárban, és nem mindig látható. Megmaradt az egész? Megmaradt a nagyapám, ezt ugye állami megbízásra festette, és 37-ben a világkiállításon az volt a kultúrpolitika célja, hogy az elszigeteltségre levő Magyarországnak az imázsát valahogy helyreállítsuk, és a magyar-francia kapcsolatok 1000 évét festette meg. Ezek gigantikus méretű tablók, egy tabló 2x7 méter nagyságú, és ebből van 7-7. Tehát ez egy hatalmas dolog. És ő a teljes művészi honoráriából egy komplett asztalos szerkezetet csináltatott, és általában ezeknek a kiállítás az volt, hogy utána lebontották és szétverték. Tehát ezek kiállításra készült. De ő ezt szerette volna, hogy ez megmaradjon, és hazahozták Magyarországra. És akkor emiatt építették ezt az elemetet akkor földszintes épületre, és olyan felső tető megvilágítást csináltak, hogy jól látható legyen. És akkor ez sokáig raktárban volt, jó magyar módra elpusztult a képek, a gomba lehette róla, eldobták, összetört. 62-ben, amikor Sukka Manna emlékkiállítást rendezett neki a galériába, akkor felhozták Fehérváról, és a ma Néprajzi Múzeum akkor Nemzeti Galériának az aulájában a falról lelógatva ezt megmutatták. Aztán legközelebb 88-ban a Medgyessy Péter még mint kommunista miniszterelnök helyettes ott ünnepelte a francia forradalom 200. évfordulóját, és akkor elővetette ezeket, oda hívta meg a francia, és nagy fogadást adott, hát akkor már faroltak a nyugati kapcsolat fel, és akkor hirtelen jó lett ez a kép, meg ugye egyszer már azért festette meg a magyar állam, hogy ezzel törje át a elszigeteltséget, aztán még egyszer rájöttek, hogy ezt lehet ilyen célra is használni, és akkor megint eltették. És aztán ezt is restaurálni kellett, és most azóta lent van Fehérváron, föl van állítva, de nem látogatható mindig, mert itt más kiállításokat is szoktak rendezni, és akkor eltakarják gipszkartonfallal, függönnyel, mikor, hogy. Én most azon dolgozom, hogy ezt állandóan lehessen látni, mert ennek épült ez az épület. Hát minden esetre ide is szervezhetnél együtt, ad szívesen. Már szerveztem egyszer, de fogok még, persze. Természetesen. Jászent Andrással is fogok még, és ide is. Ide meg már szerveztem, ez a panohalmi. Ja igen, volt egy halmikor. Ezt is Forrai Kornélia restaurálta, aki a Hősök kapuját is Szegeden, meg a panókat is Székesfehérben. Ez már a főiskolai tanár, a teljesen beérett nemzetközi díjakkal elhalmozott, most már anyagi jólét, tehát ugye kezdtük a művésznyomorral, és itt főleg a nagyméretű falképeinek az állami megrendelésre. Meg a nemzetközi jó anyagi körülmények jutott, amiből építkezni kezdett egy értelmes világ, amiben aztán nagyon gyorsan meg is van. Ez már beteg, ez már a saját házában van. De ez látom, a betegség de nem befolyásolta az építkezést. Nem, gyomorától hat meg. Többen azt mondják, hogy egyrészt a túlfeszített munkatempó, másrészt a festék üzem, ahol vegyszerekkel, meg az egész festői élet, amiben rengeteg vegyszerrel kell dolgozni, az feltehetőleg hajlamosítja az embert ilyen. Tehát
betegségekkel. De tudni persze nem tudjuk, csak feltételezni. Itt meg már látszik, hogy ez nem sokkal a halál előtt készült. Hogy a 130 kilós emberről 4 hónap alatt 65 kiló lett, és gyakorlatilag operálhatatlan módon meghalt. Ez mikor már meghalt, üresen maradt a műtelen. Itt látjuk a mozaik sírását. Ez a példa a mozaiknak, igen. Ezt nagyon sokszor kérik el kiállításra. Lányfalunknál rendeztem egy kiállítást a szakrális munkáiból, ez a kép volt annak a kérdésnek a vezérképe, plakátja. De egy az egybe ez van? Ez van kirakva. Igen. Ez a, ugye volt szó a Hősök kapuján restaurálásról, ez egy meghívó a 2000-ben, adták át a nagy boltívet, ami alatt a villamos állt meg, annak a meghívója. Ugye, itt beszéltem a nagybátyámról, akit nem ismertem, ő meghalt a Jónkanyarban, amikor hát jó pár magyar fiatal ember. Ezért volt legdühösebb a nagyapám a háború, hogy mennyi fiatal ember hal meg ilyenkor. A politikusok nem is tudják, hogy mekkora bűnöket követnek el. Bár lehet, hogy tudják. Ez a nagyapám villája. Ez az, amit épített. Épített, és ez 89-ben készült ez a fotó, mikor már teljesen lepusztult, de visszakaptuk. És el tudtuk adni, és annak az árából, részben annak az árából épült a újjá a freskó, illetőleg a Rákfalusi házamat részben ennek a... Korábban ezt az épületet államosították, vagy hogy kell? Ezt elfoglalták. Ezt enstandolták, ezt a házat, mert papíron mindig először a nagyanyám és az édesanyám, később, mikor megvált a nagyanyám, akkor már csak az ő nevén maradt. De viszont az AVH elfoglalta a házat. Azt tudtuk meg róla, hogy a környékben őrizték a szakasicsot egy villába, és a nagyapám házát használták az őrszemélyzet, a műteremben laktanát rendeztek, de nagyméretű műterem volt, emeletes ágyakban ott laktak az őrkatonák, akire a szakasicsot. És ez 56-ig így volt, hogy az AVH-ja volt, ugye az 56-ben az AVH-hoz fénysebességgel megszűnt, és a ház üresen volt, és akkor beköltözött oda valaki. Aztán később oktatási minisztérium, népművelési minisztérium oda helyezett egy szobrást, Somogyi Árpádot, akinek nagyon jó belügyi kapcsolatai voltak, és egészen 88-ig ő volt abban, 98-ig, bocsánat. De közben az Antal kormány hozott egy törvényt 93-ban, ez kényszerbérletnek számított. Hozott egy törvényt az Antal kormány, miszerint az önkormányzatoknak föl kell számolniuk a kényszerbérleteket. A törvény nagyon jó volt, csak pénzt nem adtak hozzá az önkormányzatoknak, akik így aztán ezt nagyon vontatottan csinálták, különösen a második kerületben, mert ott rengeteg ilyen volt, mert Csepelen a munkás lakásokban nem túl sok belügyest raktak be. A Rózsadonban ez nem így volt, oda nagyon sokat is. Hát komoly pénzügyi mozgás keret, és én ott akkor nagyon bedobtam magam, mert én éreztem, hogy nekem a freskó mentés miatt muszáj ezt megszerezni. Igen, nem tudok várni. Igen. A Boli rám szólt, a feleségem, aki nem ismeri, hogy ha valamit akarsz, még édesanyádnak nagyon beteg volt nála édesanyám, hogy valami eredményt akkor szedd össze magad, mert lehet, hogy előbb fog elmenni, mint hogy ezt meg tudjuk oldani. Úgyhogy aztán én tényleg... És sikerült? Hát sikerült, mert 98-ban kaptuk vissza, és 2003-ban halt meg az édesanyja. Úgyhogy erről csak annyit, hogy én elképesztő módon viselkedtem az önkormányzatnál, nem hagytam nyugtot nekik. És amikor végre el tudtuk, birtokon belőle jutottunk, akkor 20.000 forint értékben vásároltam ajándékcsomagot, meg virágot, meg bombont az ügyintézőknek, akikkel én úgy beszéltem, mint a kapcsalat, ami egyébként nekem nem stílusom,
de akkor úgy éreztem, hogy egyszerűen azért intézzék el, hogy már engem lerázzanak. Tehát ezt a harcmodort választottam. Hogy az, hogy igazam van meg a törvény mellettem szól, azt tudom, hogy Magyarországon nem elég. És ezt találtam ki, hogy unjanak rám. Hát 5 év alatt untak rám, de rámuntak, és sokan segítettek. Tehát ez minden irányból öldösték ezt az ügyet. És aztán hát ez lett a vége, hogy ebből freskó mentés lett. Ez egy 62-es kép. Sukka Magdolna rendezte azt a kert, és az édesanyámban mellett a megnyitó után. Sukka Magdolnáról még mondjuk el, hogy az első Abanovák monográfiának a szerzője és Abanovák Miklós nagy értője és tisztelője. Ez 98-ban készült az Abanovák villa, hát amikor visszakaptuk, akkor azt talán életemben akkor először kiállítást rendeztem, azt találtam ki, hogy talán az lenne a méltó mód megünneplése, hogy visszakaptuk a házunkat, hogy csinálunk benne egy kiállítást. Azt a címet találtam ki, hogy ne vakolj freskóra, mert ennek is egy hírverést szerettem volna, hogy a freskót segítsük. És akkor ez egy elég jó sikerült látogatott kiállítás volt. Hogy aztán mennyiben rendítette a freskó, úgy én azt nem tudom, de én szerintem igen. Itt az édesanyám a nagyapámból készült szoborral együtt van. Borbeleki Kovács Zoltán, aki festő és szobrász is volt, és a Szolonki művészterületben 35-ben vagy 36-ban készítette ezt a szobrot nagyapámról. Egyébként ő is festőnek végzett a főiskolán, és nagyapám tanácsolta, hogy menjen szobrásznak. De jó festő is volt. Na itt egy hamis. Aztán ezt nem kell mondani. Egyértelmű, hogy melyik az eredet és melyik a hamis. Hát ez egy tenyérbe mászol a rossz. Vannak sokkal jobbak is, de hát ez azt mondtam, hogy ilyet nálunk otthon a két cica is jobban csinálni. Hát több affinitásuk van a magamnak. Hát ez az a sokat emlegetett, mai beszélgetésben sokat emlegetett Zonos Péter féle Abanovák monográfia, aminek az egyik nagy erénye, hogy a könyv háromnegyed része kitűnő minőségű színes reprodukciókat tartalmaz. Rendkívül élvezetes ez a Molnos, ez egy olyan jó művészettörténész, hogy párját ritkítja, tehát nagyon jó a Molnos szövege. Mindenki számára érthető és fogyasztható, tehát nem ez az elszállt elefántcsontorodva a zárt stílusban megint van, és nagyon sok, nagyon jó az a sok forrás levél, mások is szemlékezés, amit a kötetlenek közül. Ez a modern erőcsarnokában a pénztárnál sorbálnak a Abanovákért. Hát ez nekem nagyon nagy. Az egy mámorban eltöltött időszak volt. Az egész kiállítás, már az előkészületei is, és aztán az a hihetetlen mennyiségű ember, aki találkozott a nagyapám művészetével, úgyhogy ő is. Lehet azt mondani, hogy a után, nagypapának jól lehet, nem tudom, a Nemzeti 62-es Nemzeti Galéria beli kiállítást, de azt gondolom, hogy részben a korból adódóan, hogy ez volt az igazi nagy betörése, áttörése a Abanováknak. Így nem mondanám, mert a 62-es is az volt. Inkább én úgy mondom, hogy ugye, ahogy múlik az idő, újra elő kell venni, mert jön egy újabb generáció, aki, ha nem találkozik vele, hát akkor semmilyen viszonya nem lesz. Tehát időnként ezt elő kell venni, nem túl gyakran, tehát nekem legalábbis ez az elvem, már volt kiállítás, amikor mondtam, hogy ne legyen, mert az se jó, az se tesz jó, hogy egy művész. Hát ez, ösztönösen csinálom, tehát tudományos elméletet nem tudok mögé rakni. Magamból indulok ki, hogy engem például zavarna, ha két évente valamint az arcomban mondnának. Egy idő múlva már csömöt érezni. Ha szépen adagolja az ember, akkor kicsit úgy szoktam mondani, hogy kaviárt nem eszünk minden nap. Kristóf, érzed ennek a hagyatéknak a terhét, súlyát, túl, esetleg túl nagy felelősségét,
vagy úgy érzed, hogy beléd szívódott, ivódott, és mint ahogy az előbb elmondtad, hogy magadra hallgatsz elsősorban. Érzem a súlyát. Egyrészt én is öregszem, tehát egyelőre ugye volt egy komoly figyelmeztetés a sorstól, a betegségemmel. Most nemrég ért egy autóbaleset, amit nagyon szerencsésen megúsztam, de lehetett volna az is rosszabb, tehát mindig vannak, amit az ember próbára teszik, tehát ez kell koncentráció, képesség, fizikum, odafigyelés, időnként az ember szeret kiengedni, hogy aztán megint össze tudja magát szedni. A dunai árvizek se tesznek nekem jót ilyen szempontból, de alapvetően még bírom, és szeretem csinálni, és látom értelmét, rengeteg olyan visszajelzést kapok, abszolút civilektől, szakmabeliektől, művészektől, művész leszármazottaktól, hogy úgy érzem, hogy ezeknek mind van értelme. Gyorsan hadd kérdezzek valamit, a szakma, a művészettörténés szakma, és itt most zárójelben mondanék valamit, hogy még ebben a most nemrég megjelent Molnos könyvben is az olvasható, hogy a művészettörténés szakma még mindig nem tette, nem tudta teljesen helyére tenni a Banovákot, még mindig úgy folyik róla a gondolkodás vagy a beszéd, hogy igen, nagy festő volt, tehát az egész személyisége, az a társadalom és politika történeti hozaték, ami ahol a korból adódóan rárakodott, amiben él, még mindig a művészettörténés szakmát hát egyértelmű világ, nem engedi, hogy egyértelmű világos állásfoglalást legyen. Ez van egyfelől, másfelől. Azt szeretem volna valójában kérdezni, hogy téged, aki nem vagy hivatásos szakember, hanem vagy művészettörténész, a művészettörténész szakma hogy kezel, teljesen egyenrangú partnerként, vagy vannak művészettörténészek, akik éreztetik veled esetleg, hogy nagyon jó, te vagy az unoka, de én vagyok a mindenek tudója, mert a Molnossal tudom, hogy ideális és felhőtlen együttműködésben. Igen, a Molnossal, meg a grafikussal, a Fákó Árpival, aki az egész, ő telefonált rám, hogy szedjem össze magam, ő szervezte a könyvet. Mi hárman már megalapítottuk az Abanovák Szocialista Brigádot, és tehát mi ottan vált-vált dolgozunk. Én velem senki nem éreztetett semmi negatív dolgot, hogy én kvázi szakmán kívüli lennék. Sőt, hallottam már olyan szöveget, hogy minden művésznek ilyen leszármazottat kívánnak. Mert ők időnként találkoznak más fajtákkal is. Hát én meg csak annyit tudok mondani, hogy ez nem az én érdemem, az anyámtól. Ez jött át belém. Én maximum annyit merek vállalni ebből, hogy nyitott voltam erre. És nyitott vagyok a mai napig is. Nem volt ebből, hogy én nem vagyok műtörténész. Nem is kalandozok az ő területükre. Tehát én nem fogok soha se monográfiát írni, se semmilyen módon. Én ilyen Unterman vagyok. Mert akkor most kattintsunk egyel tovább. És akkor itt vagyunk az Abanovák galériában, ami nem csak úgy kötődik hozzád, hogy a nagypapád nevét viseli, hanem úgy, hogy ezt a galériát te vezeted, és töltöd meg olyan elképesztően színvonalas és igényes tartalommal, havi rendszerességgel. Tehát havonta nyílnak az Abanovák galériában kiállítások, természetesen mindenféle kortárs és élő és elhunyt művészek, szobrászok, festők, grafikusok anyagából, minden finisszázs egy remek koncerttel párosul, úgyhogy jó, hát a kontárkodást szó természetesen dobjuk ki, mert azzal nem lehet mit kezdeni, de ezzel egy elképesztő missziót vállaltál fel, indirekt módon, mert az egész Abanovák neve alatt fut. Igen. Ez is, hát én kontárkodásnak tartom, mert azért galériát általában nem véletlen, hogy a két legsikeresebb műkereskedelmi jellegű galéria, a Világüdíté és a Kizáva Tamás, mind a ketten műtörténészek. Tehát azért a szakmai sikert nem adják csak úgy. Vannak persze nagyon jó
menő galériák műtörténész nélkül már van már alkalma, de, igen, de természetesen ehhez kell. Ez nincs meg bennem. Én bennem megvan abban tudom magamat legyezgetni, hogy van minőségérzéken, vagy ha az cserben hagy, akkor is van, kit megkérdezzek, és szoktam kérdezni. Úgyhogy, és a másik pedig, hogy a célkitűzés, az induláskor a galériának azért nem abszolút pályakezdő. Tehát én, az nagyon kockázatos dolog valakit az első pillanatban felismerni, azt nagyon keresem. Ahhoz tényleg olyan éles, tűres szem kell, hogy abban azért én nem rendelkezem. Tehát valakik, akik már pályájukon bizonyítottak, és lehet róluk feltételezni, hogy nívós anyagra lehet egy kiállításon számítani tőlük, azokkal kezdek egyáltalán. Az persze nem zárják, hogy nálam jelentkeznek is, tehát nem csak én keresek meg kiállító művészeket, hanem megkeresnek, és akkor van ilyen, hogy teljesen első dálozó jelentkezik. Ott nehezebben is hozom meg a döntést, hogy egyáltalán szóba állok. Szóba állok, csak tehát egyáltalán szóba jöhet-e, mint kiállítás, vagy nem, és akkor van, úgyhogy bekapcsolok külső segítséget. Kristóf, még azt szeretném megkérdezni tőled, a Molnos könyvben hosszú-hosszú oldalakon keresztül tettétek közzé fekete-fehér reprodukcióval a lappangó képeket, tehát amikről fénykép vagy korabeli újságreprodukció megmaradt, innen lehet tudni a képről, illetve hogy az mit ábrázol, de maga a festmény nincs meg, vagy a műtár nincs meg. Végeztek, van valami stratégiátok, végeztek valamilyen felépített keresőkutató munkát, vagy csak egyszerűen figyeltek, és ha valahol interneten valahol beesik valami, akkor ott szereplő úgynevezett lappangó képek között is volt olyan, amelyikről tudtuk, hogy hol van, csak a könyv készítésének ideje alatt nem tudtuk a jó minőségű színes reprót megcsinálni. Azt ezért lappangónak kezeltük, azóta már készült szerepelt a modern kiállításunk. A könyv után is előjöttek képek, voltak, akik jelentkeztek képpel, előjöttek, és azóta is jöttek elő képek még, és ez folyamatos. Amiatt, hogy a Molnos Péter olyan műtörténész, aki benne van a műkereskedelemben is műtörténészként, könnyebb a dolgunk, a Kézzelbak Tamáshoz én az emberben belérlegok sokat, de úgy kívülről is látszik, hogy kicsi a terem, nincs nagy sajtója meg. De azért... Az is szerénykedik, elnézést. Tavaly több mint 25 ezeren nézték meg, 28 ezeren a bírtványokban. Ezt azért tettem a végére, mert szeretnék mindenki találkoztatni, ha a módja van, jöjjön. Itt most Abanovák képek vannak a falon, és... Meg a Bori. Igen, és a Bori látszik. Tehát Abanovák képek vannak a falon, azt egy évben csak egyszer vagyok képes produkálni. Az idejének különösen nagyon munkás volt, mert itt most már minden magángyűjtőtől jött. Rengeteg munka volt benne, és biztosítási díjat kellett. Életemben először pénzt kunyeráltam a megnyitó közönségtől erre a célhoz, amit aztán befizettem a falu pénztárába, mert ahhoz nem volt elég, tehát a falunak is az erőbe kellett mondani. Tehát ilyenből nem tudnék minden héten csinálni ilyet, mert tönkre lenne a falu. Azért egy évben egy Abanovákot, azt azért a név miatt is fontosnak tartom. Igen, van Leányfalon Abanovákról elnevezett galéria, Szegeden van Abanovákról elnevezett alapítvány, Szolnokon Abanovákról elnevezett kulturális központ. Tudsz-e még az országban olyan intézmény, amit valamilyen kötődésok miatt Abanovákról neveztek el? Többről nem tudok. Volt egy idő, hogy még a 60-as években, amikor még politikailag nagyon frekkes volt, fölmerült, hogy utcát neveznek el róla Budapesten, ez nem történt meg. Tudok nyugodtan aludni. Tehát én számomra utcanév az sokkal fontosabb az, hogy lássák a munkáit. Sőt, az a legfontosabb. És a képcsarnoknak a szolnoki termét azt évekig hívták Abanovák teremnek, de hát a képcsarnok azóta sóval behintve a helye is, úgyhogy az már nincs.
És van egy Abonovák Szocialista Brigád, amit mi neveztünk el. Azt. Akik ti vagytok hárman. Akik hárman vagyunk, igen. Volt egy negyedik tag is, de az nem dolgozott rendesen. Jó, bolsevik módszerrel kizártunk. Nagyon erős. Kristóf, utolsó kérdésem az lenne. Ennyi idősen és ennyi intenzív évet eltöltve nagypapád, nagyapád hagyatékának a gondozásával, hogy látod, Zseni volt a Novák? Egyértelmű. Köszönöm.